Az újra felfedezett vonalak elnevezésű tárlaton korábbi munkáiból indult ki, illetve azokat folytatva alkotta meg képeit Csízi László képzőművész. Amint egy negyed évszázada ezzel a témával foglalkozó művész az elektrografika világába viszi el közönségét. Három alkotói korszakáról beszélt a művész, a kiállításon is három blokkban helyezték el a képeket. Most itt néhány kép látható a hátam mögött. Ez 1980-ban volt először kiállítva ez az anyag, tehát nagyon korainak számít, magyar viszonylatban a legelső számítógépes grafikák közé tartozik. Akkor a vonalak azért is természetes adottság volt, mert egy asztali plotterrel tudtam kirajzolni az elkészített programokkal létrehozott, elképzelt rajzokat, és ugye azzal csak vonalat vagy pontot tudtam rajzolni. Itt például a falon látunk egy vonalhálót, aminek egy külön érdekessége, matematikai függvényeket használtam a grafika kialakításához, ahol itt a véletlen függvény nagy szerepet kapott, a random függvény, tehát időnként elhagyta a rajzolatot a véletlen generátor segítségével a rajzgép, más esetekben pedig kifejezetten torzította. Tehát két különböző hatás. A mellette lévő kép pedig egy filmes, akkortájban készült kísérleti filmes munkából vett filmkockák segítségével textilre rajzolt grafika. Itt a különlegesség az, hogy az anyaghatás, tehát az elfolyó festék a textilen és a vonalaknak egy másfajta minősége, ez a morzsás minősége, hogy együtt dolgozik a csőtoll a textillel, egy többletlátványt hozott létre. Mint érdekesség mellette látható egy írógépes print is, tehát hogy mindezeket a rajzolatokat végül is konvertálni lehetett írógépes formában megjelenő írói karakterekkel ábrázolt formába is. A második korszaka a 80-as évekre esik. Ekkor a mikroszámítógéppel történő alkotást be kellett fejezni, mert leálltak a szerkezet gyártásával. Jött a PC korszak, de ezek a számítógépek nem voltak alkalmasak az analitikus feladatok elvégzésére. Ezért a természetvilágához fordult Csízi László. Ezért azt kezdtem el elemezni, hogy a természetből milyen struktúrákat tudok fölhasználni. Először is digitális fotók készültek, például ezen a képen látjuk a egyébként az 56-os forradalomnak a 60. évfordulójára egy országos pályázatra készült, mert is egy külön díjat. Itt a Moson-Magyaróvári határőr laktanyának a kontúrja látszik. Ezt lefotóztam, és vektorizált képből felhasználtam, kiemeltem csak a kontúrvonalait ennek a fotónak. És akkor ezek a kontúrvonalak elkezdenek lassan kisimulni, történelmé válik az az idő, amikor itt 100 fölötti ember halt, mondjuk úgy, hogy hősi halált, hiszen tömegre lőttek a laktanya ablakából. Jelzem a történelmet egy kis piros-fehér-zöld jelzéssel. Lefelé itt a golyónyomoknak a naturális jelen kora pillanatnyi helyzete látszik, és az egész vonalrendszer mögött egyébként egy őszi táj látható. Körülbelül hasonló hangulata van ennek a laktanya környezetnek is, annak idén megnéztem. Tehát egy ilyen rétes, ligetes terület mögött áll a laktanya, és hát ez az őszi, boros, szomorú világ, ez rányomja a bélyeget a kép hangulatára. A harmadik korszaka az, amikor egy plexiréteg két oldalára lézerrel történik a mű felvitele. Ami közös a három korszakban, az a vonalakkal való játék. Lézergravírozással viszem fel a önállóan megtervezett két grafikai réteget. Tehát ezek a rétegek vagy kis eltérésekkel, ilyen sajátos mozgásokat hoznak ezáltal létre, vagy pedig teljesen eltérő második grafikai komponense a közös grafikának. A kiindulás ezeknél a képeknél, és itt például mindjárt konkrétan is a képre térve, ez a Pest-Buda-Óbuda 150-es éves egyesítés évfordulójára készült egy pályázatra, ott külön díjat is nyert, és ez a munka tulajdonképpen ilyen bazalt járó köveknek, a macskaköveknek a fotóiból indult el, tehát ez az egyik alkotó motívum, a másik pedig az egyesítéskor meglévő Budapest térkép, ez a kontúr.
Most ez a két rendszernek az elemeit, a foltjait, a karcolatait alakítottam át vonalrajzá, és a két réteg egymás fölött picit eltérő rajzolatokat adva, hogyha mozgunk, akkor sajátos játékokat ad elő. Tehát egy kicsit térbelivé, vagy időbelivé is válik a grafika. Végül egy rendkívül különleges módon készült önarckép keletkezési körülményeit is megtudhatjuk. Ez is a PC-s világhoz tartozó munkák egyik a komponense. Természeti tájat fotóztam le, tehát a természetet is a közös többszörös. A vonatból kifelé fotózva ilyen elmosódott, kicsit nyújtott foltok keletkeznek, majd ha ezeket vektorizálom, akkor ezek a foltok, a foltoknak a alkotó körvonalai érdekes foltrendszert adnak. Ezt közelről megnézzük, akkor lehet látni, öntekervényes, összetett rajzolatok alakulnak ki, amit utána mesterségesen egy kicsit ilyen osztásrendszerekkel kézzel átrajzolva megszelídítettem, és ebből a vonalhálóból, olyan, mint egy csípke tulajdonképpen, ebből a tónus eltérések segítségével jött létre az arckép. Ez egy önarckép biennáléra készített, pályázatra készített munka, ez is egy külön díjas munka különben, ahol még egy kis jelzéssel az előtérbe egy tárgyat is behelyeztem, amivel hangsúlyozni akartam, hogy előtérben van a munka, háttérben van a személyiség. De az érdekessége a képnek ez a rajzolatokból, a finom rajzolatokból kialakított szerkezet. A tárlat a Művészetek és Irodalom házában megtekinthető.